2019-ben azt mondtuk, hogy a magyar turizmus az aranykorát éli. A kimagaslók 2019-hez hasonló évzárásra készülnek a gyulai várfürdőben, fogalmazott Kun Miklós. Ehhez hozzájárult többek között a 104 ezres júliusi látogatószám, amely évtizedes rekordot jelentett. Ebben a hónapban általában 90-95 ezren váltanak jegyet. Az ügyvezető kiemelte, a már látható idei sikeres eredmények mögött emellett többek között az áll, hogy meg tudják szólítani az úgynevezett négycsillagos vendégeket, akiket az infláció vagy egyéb gazdasági megrázkódtatások nem érintettek. A másik sikertényező pedig a román vendégek több mint 20%-os jelenléte, akik a magas arányszám mellett megduplázott költési hajlandósággal is rendelkeznek a hazai vendégkörhöz képest. Kun Miklós kiemelte, bár még hátra van a december, de a számok már most is önmagukért beszélnek. Jóval 580 ezer fölött zárjuk az évet látogató szám tekintetében, eredmény tekintetében pedig meg fogjuk közelíteni a 500 milliárd forintot. Mindezt úgy, hogy évközben rengeteg nagyon komoly beruházást eszközöltünk, és egy olyan projekt előkészítése is lezajlott, ami most fog indulni január 5-én, és ami a fürdő teljes arculatát gyökeresen meg fogja változtatni. Kun Miklós hangsúlyozta, a 2023-ban elkezdett energetikai hatékonyságnövelő beruházások idén folytatódtak. Ezek közül az egyik legnagyobb volumenű a tavaly megkezdett és az idén befejezett dögönyözős medence teljes felújítása volt. Megtörtént a háttérmunkát biztosító műszaki udvar rekonstrukciója, valamint kicserélték a csővezetékeket is a hőcserélő kapacitás növelésével. A vendégek szempontjából a leglátványosabb, saját erőből megvalósuló beruházás az automata öntöző berendezés telepítése volt, illetve az idei év feladatai közé tartozik a lovarda belső építészeti átalakításának megtervezése is. Kun Miklós kiemelte, az 50 méteres versenyuszodát érintő projekt előkészítése is megkezdődött. Elkezdtük előkészíteni a versenyuszoda bővítését, átalakítását. Ez érinteni fogja az öltözőinket, érinteni fogja egy dögönyözős típusú, de nem dögönyözős, hanem termálmedence építését a versenyuszoda területén, illetve még tervezünk egy konditermet is. A cél az, hogy egy kis komplex központ jön össze, ahol lehet úszni, lehet szaunázni, lehet termálvizezni, és még akár erősíteni is lehet. Egy kis bázis szeretnénk a fürdőn belül, fürdőt a fürdőn belül, és azt gondolom, hogy ez a gyulaiaknak nagy megelégedésre szolgál majd, mert a versenyszolgálat azért többségében a gyulai lakosok használják. Az ügyvezető hangsúlyozta, erős vendégforgalomra számítanak decemberben, melyhez hozzájárul a december 27-i éjszakai akvapalotázás. 2025 első napjaiban egy újabb, nagy volumenű beruházás kezdődik. Az Erkel átjárótól teljes belső építészeti átalakítás várható, amely érinti az iszap részleget, a balneoterápiás részt, ezen belül a tangentor, valamint szénsavkádak és a súlyfürdő medencék átalakítását is.